folytatjuk a Sims 4 My First Pet Staff pack a kritikáját ezúttal a Build and Buy moddal. Az előzőekben láthattátok, mit kaphattunk a Create a Sim módban például hajakat, ruhákat, kiegészítőket, sajnos én nem voltam teljesen elájulva tőle, és abban bizakodtam, hogy na majd a bindad by mode jobb lesz, de hogy valóban jobb-e, azt még nem tudom, döntsük el együtt. Kiraktam az összes bútort, ami érkezett ezzel a kiegészítővel, és úgy mennyiségileg nem tűnik túl soknak, de ennek ellenére figyelembe kell venni, hogy ez egy staff pack, bár úgy gondolom, hogy a laundry day staff pack ennél sokkal több minden tartalmazott, és ugyanannyibe került, úgyhogy egy kicsit nem teljesen jók az arányok, így bútorilag sem, sem pedig create sim módban, úgyhogy picit csalódott vagyok, de nézzük meg a bútorokat. Először is a legfontosabb, ami ezzel a kiegészítővel érkezett, az az új állatka, amit tarthatunk, ami a hörcsög, de egyébként láthatjátok, hogy ide többet is raktam le, ami azért van, mert az egyik hörcsög, a másik sűni, a harmadik uh, egy patkányka, és a negyedik pedig egy valamilyen beazonosíthatatlan <laughs> állatka, ami kicsit a Void Critter re hasonlít, szóval ez kicsit ilyen fantázia beli állatka, de hogyha létezik ilyen a valóságban, akkor bocsánat, én nem tudtam róla, de valahogy a lila szín az úgy nem tűnik túl élethűnek, és egy kicsit beszélek ezekről a kis ketrecektől, ketrecektől, ketrecektől ketrecekről, ugyanúgy néznek ki, szóval a színeket csak az egyiknél nézik meg. Eléggé interaktívak egyébként, ugyanúgy működnek a hörcsögök és az egyéb kisállatok, mint az előző Sims hogy úgy elengedni nem nagyon tudod őket, vagy ha elengeded, akkor igazából megszöknek, szóval el tudod engedni, és elfutnak, és soha többet nem látod őket. De ki tudod venni őket a kalitkából, simogathatják a színek, barátkozhatnak velük, etetni kell őket, takarítani kell a ketereceket, mint ahogy azt a való életben is kell nekem. Nagyon-nagyon sokáig voltak tengeri malacaim, úgyhogy megerősíthetem, hogy nagyjából... Um, valóságű, hogy milyen gyakran kell takarítani őket, szerintem elég gyakran, legalábbis itt a Sims 4-ben, úgyhogy mindenképp egy elköteleződést jelentenek, úgyhogy csak azok a szímek vállalják be, akik ráérnek gyakran etetni és foglalkozni az állatokkal, úgyhogy mondjuk gyerekek mellé tökéletesek ráérnek. És láthatjátok itt ezt a kis kis parafa táblát, ami azért van itt, mert a hörcsögök, illetve egyéb kis állatok mindig hörcsögökről fogok beszélni, de értsétek rá itt most a süniket, patkányokat és volt kritereket is. Szóval időnként a hörcsögök úgy elmennek, hogyha magas az intelligencia szintjük, és pontosan nem tudom, hogy ezt hogyan lehet fejleszteni nekik, de valamelyiknek magas az intelligenciája, és akkor képes mondjuk elűrhajózni az éjszaka közepén, vagy megszökni, aztán visszajönni, és akkor Hoznak nektek ilyen kis um, képeslapokat, amiket egyébként is lehet gyűjteni a Sims 4-ben. De szerintem ezt azért rakták bele ezt az elemet most a játékba a hörcsögökkel, mert nagyon kevesen gyűjtik a képeslapokat, és egy teljesen felesleges funkció volt. Legalábbis én soha nem gyűjtöttem őket, úgyhogy úgy gondolták, hogy így sokkal könnyebb szerezni őket, és akkor egy kicsit aktualizálják erre szerettem volna kitérni. A másik, ami nagyon fontos gameplay elem, hogy egyébként a hörcsögökkel, hogyha nem ápolsz jó viszonyt, azt bizony megszívhatod, mert megharaphatnak, és elkaphatsz egy ilyen hörcsögbetegséget valamilyen a rodent fevernek hívják, szóval valami lázat el tudsz kapni. És bizony ebbe a szímek bele tudnak halni, és szerintem ez valami veszettség lehet, mert habzik a szájuk, összeesnek, és utána hörcsög jelmezbe bújik a szellemük, és úgy mászkálnak egész nap a házban, szóval ez egy olyan elem, amit úgy gondolom, hogy bele kellett rakniuk a játékba, mert mindenki imádja az új halálokat, és ha más nem ezért megveszik ezt a kiegészítőt, mert egyébként nem sok mindent tartalmaz. Úgyhogy én örülök ennek az új halálmodnak, majd kíváncsi vagyok, hogy a szimeim mennyire fognak meghalni ezekben. Egyébként egész hosszú a ideje, szóval van időtök meggyógyítani a szimeteket, mert lehet hozzá gyógyszert rendelni a számítógépen. De haladjunk tovább, mert elég sok mindent elmondtam most a hörcsögökről, és még nem láthattátok a többi elemet. Van itt egy ilyen kis macskás tükrünk, amit elsősorban gyerekszobában tudok elképzelni, szóval úgy elég meghatározott a helye a lakásban. Van egy ilyen kis képünk, vagyis hát sok-sok képünk, összesen három darab színben érkezik, és nem csak a keret változik, hanem az állatok is, amik benne vannak, vagy hát a kis portrék változnak. Tök aranyos szerintem, én imádom ezt a darabot. Picit több szín is lehetett volna, vagy legalább úgy, hogy a kereteket megválasztatjuk megválaszthassuk az adott portréhoz és színkombinációhoz, de egyébként nem, nem, teljesen sürgős vagy fontos, úgyhogy eltekintek tőle. Amik a kedvenceim ebben a kiegészítőben, azok nagyjából itt vannak. Kaptunk egy új kétszemélyes kanapét, amit imádok. Egyrészt azért, mert vannak semleges színkombinációk, amit nem kötődnek az állatokhoz. Láttátok ott a feketét, illetve ez a rózsaszín is teljesen semleges. Azt hiszem a piros is, a fekete, azt már mondtam, a bézs is, ez is egészen semleges. És vannak állatos témájuk is, és nagyon-nagyon szeretem, mert modern és kicsit olyan kezdőház beli, vagy hát tudjátok, amikor a szímek beköltöznek, akkor még egészen csórók, és nem feltétlen illik hozzájuk egy hatalmas bőrkanapé, például, ami a való életben nagyon drága, szóval nekem ez ilyen IKEA a pack is egyben, mert uh, olyan ikea tűnnek ezek a bútorok, én pedig nagyon-nagyon imádom az IKEA-t, úgyhogy ezek a bútorok közel állnak a szívemhez, és például a fiatal szímeknek nagyon tudom ajánlani a kedvencem. Ezekből ez a piros verzió, mert ez a leginkább ikás szóval nagyon nagyon ilyen meghatározó az a piros szín az IKEA-nak a kanapéjén, tehát az olyan Ikea, meglátjátok a kis katalógust az elején a klasszikus piros Ikea kanapéval, akkor már tudjátok, hogy mit néztek el, se kell elolvasnotok, szóval nekem is pont ilyen ez a piros kanapé. Itt ugye kaptuk ezt a kis fura alakú kanapét, és amit megszokhattatok már így lassan a Ketsendox kiegészítőben, ott érkezett ez, mint újdonság, és azóta is szorgalmasan pakolják bele a készítők az egyes kiegészítőkbe. Van itt egy macskafül lámpánk, ami semmi extra, nem, nem túl nagy dobás igazából, de gyerekszobába el tudom képzelni, egyébként tök aranyos, és a legnagyobb újítás ebben a kiegészítőben, ami hatalmas újdonság, így az egész játék történetében az a kör alakú kávézó Aztán ráadásul ez egyben akvárium is. Annyi a különbség, hogy ez nem úgy működik, mint a többi akvárium a játékban, szóval nem tudtok bele halakat venni, azok a halak alapból járnak hozzá, úgyhogy amint átlépünk élő módba látni fogjátok, de most is látjátok ott ennél a színnél, amit alapból leraktam, látjátok a kis halakat benne, és hogyha néztétek a speedbildjeimet korábban, akkor az egyikben meséltem, hogy nekem már nagyon hiányzik az, hogy kapjunk egy nagy kör alakú um, kávézóasztalt, és végül is megkaptuk. Őszintén szólva az én igényeim nem feltétlenül ilyen full extrás kávézóasztalról szóltak, szóval én egy sima fehér kör alakú kávézóasztallal is tökéletesen beértem volna, de úgy félig meddig megkaptam álmaim kávézóasztalát. Egyébként ez nagyon király ötlet, hogy egy akvárium legyen a kávézóasztal, és ezt speciál inkább a gazdagabb szimeknek adnám, nem úgy, mint ezeket a kanapékat, de nagyon-nagyon király, és tényleg a kedvencem ebben a kiegészítőben. Vannak itt ilyen kis falmatricáim, falmatricáink, amik nagyon királyek, mert mint látjátok, végtelen sok kombinációban érkeznek. Ez a három külön darab, ez mind tartalmaz ennyi szint és variációt, Úgyhogy igazából csak a képzeletetek szabhatárt annak, hogy milyen faj dekorációt alkottok ebből, és ahogy látjátok, pont rosszra kattintottam. De így vannak olyanok, amikben a csövekben mászkálnak a kis hörcsögök, szóval ilyen, ilyen kis állatparadicsomot lehetne létrehozni ebből a kiegészítőből, és egyébként valószínűleg, hogy valószínűleg ilyet fogok majd építeni később, ugyanis nagyjából törekszem arra, hogy ha jön egy új kiegészítő, akkor egy házat építsek csak az alapjátékkal és azzal a kiegészítővel, szóval ezt um, erre számíthatok a közeljövőben, de egyébként mivel a Ketszentox kiegészítő is szükséges, ehhez lehet, hogy majd azt is hozzáveszem. Na mindegy, ez kicsit off-topic volt. Van egy ilyen kis magasság mérünk a gyerekeknek, és imádom, nézzétek, annyira cukik azok a kis állatok, meg különböző variációk, imádom ezeket a hörcsögöket. <laughs> Tek jó arcok. Ez aranyos kis részlet. Egyébként van egy új gyerekjáték, ami szintén egy hörcsög, különböző színekben, szóval ezzel játszhatnak a tipegők és a rendes gyerekek. Van egy új lámpánk, aminek cica, illetve kutya színezetei vannak, talán van hörcsögös is. Ú, az egy tigris volt, meg egy gepárd, ez tök menő egyébként. Szintén gyerekszobában tudom elképzelni, és van egy ilyen kis, hát ilyen kis asztalunk, éjjeli szekrényünk, ki hogy látja, mindenhol lehet használni. Igazából ugyanazokban a színekben, amiket már itt láthatunk, és ennél a kiegészítőnél is fura mód a sárga az, ami ilyen összekötő szín, mindenben van sárga, van egy íróasztalunk, különböző színekben, ugyanazokban, mint amiket eddig láthattatok egyébként, csak valamelyiknek van az oldalán, mint a valamelyiknek nincs. Én örülök, hogy raktak egy ilyet a játékba, de őszintén szólva eddig sem volt problémám a gyerek bútorok mennyiségével, úgyhogy nem feltétlenül éreztem égető szükségét ezeknek, de mindig nagyon jó, ha vannak. Van egy új kis székünk, lekerekített Természetesen, hogy ilyen ezekhez a bútorokhoz. Egyébként a Kecszendox kiegészítőben volt egy ehhez illő iljeli szekrény, illetve ágyikó úgyhogy hogy valószínűleg azért került bele ez is. Szerintem ez a kiegészítő azért jött létre, mert nagyon sok mindent terveztek berakni a Kecendox kiegészítőbe, és aztán ö, túl sok elem lett volna már benne, úgyhogy valamiket ki kellett szedni, de ha már megcsinálták, akkor eladták külön kiegészítőbe. Van itt egy új ilyen kis activity table-unk. Ezen rajzolnak a szímek. Nem tudom pontosan, hogy ez gyerekeknek van-e, vagy tipegőknek, de úgy gondolom, hogy inkább gyerekeknek. Már ezok volt itt. Ez úgy néz ki, mint a nyánket. <laughs> Tök jó. És van egy lekerekített kis könyves polcunk, amit szerintem elfelejtettem mutatni, de nem biztos. Tök aranyos nekem ez például nagyon tetszik, van egy ilyen kis puffunk, ami kicsit megviselt, vagyis hát én látni vélem benne a színfenekek nyomát, de lehet, hogy csak beképzelem. És ebből van egy olyan verzió, ez, ahol eszi az epret a kis hörcsög, vagy akármi is, ez valami erekcsáló. Imádom, nagyon-nagyon cuki. De haladjunk is tovább, kaptunk olyan elemeket, amik feltétlenül szükségesek az állatoknak, tehát a macskáknak és a kutyáknak, viszont ezekhez kellenek az állatok. Tehát értitek, hogy mit akarok elmondani a magam béna szóval a Ketszendox kiegészítő mindenképpen ajánlott ezek mellé, mert ugyebár, hogyha megveszitek csak az alapjátékkal, akkor is megkapjátok ezeket a bútorokat, és le tudjátok tenni, de nyilván semmi semmilyen funkciójuk nincsen ebben az esetben. Szóval kaptunk egy ilyen macska vécét, amiből ez a kedvencem. Nem, ez a kedvencem. <laughs> Imádom, esküszöm, van egy mese, amiben van egy macska, ami így néz ki, és tényleg ilyen nagy a szája, és nem tudom honnan vették, és nem is emlékszem teljesen arra a mesére, de, de bírtam azt a mesét. Van egy ilyen kis um, játékdomozunk, amiben rakatjuk a kutyáknak a játékait. Van egy farőnk formájú etetőtárunk, ami kültéri állatoknak hasznos inkább. Tehát egy kültére például az erkére simán raknék egy ilyen tálat, van egy ilyen pici macska ágyunk, Te karanyos, van egy hatalmas kaparófa, és úgy érzem, hogy a kutyák megint kevés dolgot kaptak, szóval alapból a Ketszendox kiegészítőben van egy rakat macska kaparófánk, tehát van 20 ezer ilyen fajta kaparófa, tehát ilyen összetett nagy ház van, kicsi van, egy darab rút kaparófa, szóval a macskák megint sokkal többet kaptak, mint a kutyák, lásd macska, WC és a többi, de igazából mindegy. Úgy látszik, hogy a macskákat preferálják a készítők. És a legkirályabb, amit kaptunk, az ez a kis, függ, nem függöny, hanem sötétítő, roló, tök mindegy ami teljesen ugyanaz, mind a három, amit itt láttok, viszont azért király, mert van egy egységszéles, széles, két egység, széles és három egység széles verziója is, ami azért nagyon jó, mert én gyakran találkozok azzal építés során, hogy például egy házban használok háromszéles ablakot is, és kétszéles ablakot is, vagy pedig egy kétszéles ablakot használok átlósan, ami azáltal sokkal nagyobb lesz, és egyszerűen nem találok rá függönyt, vagy Bármit. És ráadásul, hogyha találok is, akkor nem lesz egységes a ház képe, mert ugye a kettes ablakra teljesen más függönyt kell raknom, mint például egy hármas ablakra, és így tovább, és így tovább. De ezekkel teljesen egységesíteni lehet majd a képet, és lehet modernnek, lehet öregesnek is lehetni, hogyha valaki akarja, és a sok-sok színes verzió pedig ideális a gyerekszobába. Ami pedig nagyon kellett a Ketsendox kiegészítőbe, és nagyon mérges voltam, hogy kihagyták, ez a modern uh, macska, illetve kutya ajtó ugyanis abban csak ilyen nagyon régiesek voltak, ami nem illett egyáltalán a modern házakhoz, és hát ugye a Sims 4-ben nem csak régies házakat épít az ember, de most kaptunk egy modern ajtót, amit nagyon imádok, és már ezért megvettem volna egyébként a kiegészítőt, mert erre egyszerűen szükségem volt, úgyhogy ez jó húzás volt, és van még itt két állat ágy, ez a legmenőbb, nézzétek, ez egy kis testű állatnak való, lehet az macska kutya, mert egyébként azért gondolom úgy, hogy a macskák jóval többet kapnak, mert ezeket az elemeket csak macskák használhatják, viszont az összes többit, amit a kutyák használhatnak, azt ugyanúgy használhatják a macskák is, szóval az összes tárgy jó nekik. Na mindegy. Szóval van itt egy ilyen kis tükörtojás párnánk, amit nagyon-nagyon imádok. Mennyire menő már, hogy egy tükörtojáson alszanak, de ilyen kis limonát és is, is van, meg szörnyes, a szörnyes nagyon jó, a húsos is, tök menő. Ez egy saláta sajtal és paradicsommal, ami úgy néz ki, mintha egy hamburgerből esett volna ki. De akár, ha egymás mellé pakolgatjátok ezeket a cuccokat, akkor egy teljes hamburgert tudtok kirakni rétegeiben, majdnem, mert kenyér nincs hozzá, de nem baj, ettől eltekintünk és Van egy ágyi gonka nagytestű állatoknak is, ami nagyon kellett, mert egy darab párnájuk volt, ugye a Ketszendogsban, ami hát nem túl sok, és ez is különböző mintekben van, de őszintén szólva a kutya a kutyára fekszik, és macska-macskára vagy fordítva, az ugye elég érdekes. Én örültem volna több színvariációnak ezekhez, vagy egy kevésbé specifikus ágyikónak, de legalább kaptunk egy ágyikót, és van még itt egy szőnyegünk. Különböző mintákban nagyon örülök neki, hogy van egyszerű négyzet alakú is, amit bárhova rakhatok, de őszintén szólva ezek a színárnyalatok nagyon-nagyon hasonlóak. Tehát én is látom a különbséget, úgyhogy ne kommenteljétek, hogy az a két más, mert nem vagyok színvak, csak hogy alapvetően nagyon hasonló színárnyalatok, és nagyon hasonló színek, tehát például nem tudom, valami fekete-fehér is jó lett volna így a sima sima négyzetből, de igazából nem, nem panaszkodok. Ez például nagyon szép, imádom ezt a kis dalmatását. Mondjuk az ilyen kis aranyos, Gyerekszényekeket nem annyira szeretem, mert elég ritkán használom őket, de azért jó, hogy vannak. Ez a kis béka, ez illik a backyard stuff, és békás dolgokhoz, úgyhogy valószínűleg azért tették be. Van egy sima béka is, meg katica, meg egy hőri a hörcsök szobába, és remélhetőleg nem hagytam ki semmit. Nos, nem volt túl sok bútor, de úgy gondolom, hogy ez egy ilyen hiánypótló kiegészítő, mindenki hiányolta a kis állatokat a kecendogsból, és én, vagyis hát nekem meggyőződésem az, hogy eredetileg tervezték belerakni a hörcsögöket, és ezeket a bútorokat a kecendogs kiegészítőbe, de úgy mert tényleg nagyon sok lett volna, és nagyon kiugrott volna a többi kiegészítők közül, tehát a nagy kiegészítők közül, és hát nyilvánvalóan egy cégnek arra kell törekednie, hogy nagyjából az egyes kiegészítők egyforma mennyiségű cuccot tartalmazzanak, így nem tehették meg, hogy ilyen sokkal többet belerakjanak, úgyhogy gondolták, kiveszik és készítettek belőle egy új kiegészítőt, és ehhez illettek ezek a hercsök, és akkor ezeket a témájú tárgyakat belerakták ebbe. Szóval ezért gondolom úgy, hogy ez egy hiánypotló kiegészítő, ugyanis égető szükségünk volt még kutya és macska ajtókra, ami modern. Én úgy gondolom, hogy nagy szükségünk volt egységes, függönyökre, per rólókra, per árnyékolókra, ki hogy hívja, és égető szükségünk volt még állatágyakra, és úgy egyébként a többi cucc is elég jól jött, úgyhogy számomra elég sok hiánypót volt ez a kiegészítő, de alapvetően nem feltétlenül mondanám azt, hogy megéri, szóval azoknak, nem ajánlom, akiknek még nem igazán vannak kiegészítői, mert ennél sokkal több, sokkal jobb kiegészítőt találtok a Sims 4-hez. Én speciál magamnak ajánlom ezt a kiegészítőt, mert én így is úgy is megveszem az összeset, szóval nem kell meghoznom azt a döntést, hogy vajon ezt vegyem meg, vagy egy másikat. Viszont, hogyha hezitáltok két kiegészítő között, és ez az egyik, akkor ne ezt választjátok, én úgy gondolom. Bár még azért a Sims 4 történetének az elején volt pár olyan stuff pack, amit szintén nem ajánlanák. És nem gondolom úgy, hogy megérik az árukat. De ezzel le is zárnám ezt a kritika videót, nem akarok senkit rábeszélni semmire. Úgyhogy úgy gondolom mindenki el tudja dönteni magában, hogy vajon megére ez a kiegészítő 3200 forintot. Nagyjából annyiba került az Originben. Szóval tartatok velem a legközelebbi videóimban, de addig is legyetek jók. Sziasztok!